megint ott voltam. Remek életem csodás délutánján. Tudjátok, hogy milyen érzés, mikor sehol sem látnak szívesen? Itt ez a nagy világ, és én nem tartozom sehova. Annyi ember van, de sehol senki, aki nem fordulna el tőlem. Itt rontottam el megint. Miért én vagyok az, akitől mindenki undorodik? Néha olyanokban is ezt látom, akik igazából fel sem figyeltek rám. Kérem, vigyázzanak, az ajtók zárulnak. Minden délután kattog az agyam, hogy mit mondjak neki. Mivel fogom meggyőzni, hogy nem vagyok selejt? Bármit is mondanak nekem az emberek. Annyira, mint ő, senki nem tud a semmibe venni. Itt tartunk? Itt vagyok a másik szobában, s nem szólsz, hogy nem megy a valószínűség számítás. Ennek a dolgozatban kell kiderülnie? Jól esett, ugye? Elcseszni a péntek délutánom. Csak egyszer mernéd te is a szemembe mondani, hogy utálsz, és nem a négyesre fogni a haragod. Nem fogod fel egyszer, hogy ez így nem működik? Nyilván ti is elégedetten mosolyogtok, hisz egy ilyen történetre számítottatok. Kis senki tanul, mi mást is csinálhatna. Közben álmodozik mindenről, ami neki járna. Mert a szolgának is kijár, hogy királynőnek képzelje magát. Na igen. Ott feküdtem este az ágyon, és egyre csak azt gondoltam, bazd meg világ, hogy mindezek helyett a te álmaidnak élek. Mondjuk meg együtt, nincs különbség köztünk, a harc nem köztünk van. Mert egy, amely egyért fakad.
Mi a mai program, kislányom? Mi lenne? Fel kell húznia a matekot. Megkaptad a választ. Miért nem mehetnél le te is valahova? A matek holnap is ott lesz. A négyes is a naplóban. Nagyon így befogadtam. Gyere vissza és tedd be normálisan! Lenémítottam, amíg itt leszel. Tényleg, köszönöm. És mi újság a fiúkkal? Ezt most miért kérdezed? Az apád vagyok. És nem csak az eredmények érdekelnek. Hát ez most nem éppen a legmegfelelőbb kérdés. Ó, hát ez mindig megfelelő. Egy nagyon okos és szép lány vagy. Biztos a fiúk is észreveszik. A tanulás nem biztos, hogy nagy vonzerő, apa. Már miért ne lenne vonzerő? Csak apával beszélgettünk. Ráérsz cseverészni? Enikő. Igazad van, már indulnom kellene. Várj csak! Egy kicsit te is kiengedhetsz. Segíthetsz a vacsora készítésben. Na ez az, amihez még nekem sincsen kedvem!
Azért vagyunk most itt, hogy megbeszéljük a kettőtök közti konfliktust. Tegyünk pontot erre a viszálykodásra. Mégis hogy képzelted ezt a délutánt? Mit? Nem valami ocska osztálytársad vagyok, akivel így beszélhetsz. Előző parancsot teljesítettem. Visszamentem a szobámba. Parancsot? Úgy beszélsz rólam, mint valami hadnagyról. Talán mert úgy is viselkedsz. Mivel érdemeltem ki ezt a tiszteletlen viselkedést? Ha nem volna a bátyád, azt gondolnám, hogy elrontottam a nevelésedet. A bátyám bazd meg egy éve halott! Te könnyen elfelejtetted. Ne mosakodj ezzel! Egy éve azt hallgatom, hogy ő mennyivel okosabb és tisztelettudóbb volt, mint én. Miért vagy álszent? Vagy baj, szíved szerint engem látnál helyette a koporsóban. Anyád rendesen ki volt az este? Tudom. Mestere a megjátszásnak. Nagyon csúnyán viselkedtél, kislányom. Arról, hogy igazán van, már nem is kell beszélni. Tudom. Neked is nehéz. Az elvárások, amiknek meg kell felelned. Sok egy korodbelinek. Fogalmas sincs, hogy milyen az, amikor sehová sem tartozol. Mindenkinek már akarok felelni, de senkinek nem megy. Nekem megfelelsz. Egy értékes, okos nagylány vagy. És én nagyon büszke vagyok rád. Szerinted én nem akarok ennél többet? Csak itthon ülni és szolgálni valakit, akinek lehetetlenség megfelelni? Anyád is csak egy rendszernek akar megfelelni. És nem szeretné, ha csalódás érne. Mit dőlt az, hogy létezem? Az eredményeid a visszaigazolás neki. Tudom, néha elviselhetetlennek tűnik, de csak jót akar. Az a helyzet, hogy anyám mindig is elviselhetetlen volt. És soha, egyetlen percben nem akart jót nekem. Igen, nekem már csak ez jutott. Egy persze sem szabad elhinnem, hogy valaki majd megért engem.
Lehetnek napok, amikor elhiszem, hogy más is lehet az életem, de ideje észhez térni. Mindenkinek van egy szerepe a világban. És nem árt, ha azzal a szereppel tisztában vagyunk. A világ nem hagyja, hogy a stréber lányoknak álmaik legyenek. Nem van, ami még ennél is durvább. Valójában nincsenek is álmaim. Illetve egy mégis van. Nem azzal is csak gyötör a sors.